Alig néhány hét és az elkövetkezendő 4 esztendőre meghatározó döntés meghozatala előtt áll az ország választásra jogosult lakossága. Az országgyűlési képviselőválasztás mellett idén nehezíti a lebonyolítást, hogy népszavazásra is sor kerül április 3-án. A gördülékeny lebonyolítás a polgármesteri hivatalok szakembereinek feladata, akik számára Tolnán megkezdték a felkészítést. A szavazásnapi feladatokról szóló dokumentum alapján tudunk végigmenni most az elvégzendő feladatokon. Nem okoz feszültséget a választásokra való felkészülés, mondja Huber Éva jegyző. Az itt dolgozók jelentős részének megvan a tapasztalata arra, hogyan lehet gördülékenyen lebonyolítani a szavazást. Egy olyan csapattal dolgozom együtt, akik már több éve hatékonyan és aktívan részt vesznek a választásokon. Az új kollégákat segítik majd a választás előkészítő munkálataiban. Mindenképpen egy felkészült csapattal várjuk a választás napját. A hivatal, mint a helyi választási iroda, az előkészítéssel foglalkozik jelenleg, amihez hozzátartozik, hogy szavazatszámláló bizottságok tagjait is felkészítsék a teendőkre. Ben, ugye tudjuk, hogy két választás lesz, egyrészt ugye az országgyűlési egyéni választás, másrészt pedig országos népszavazást fogunk lebonyolítani. Ez mindenképpen megnehezíti mind a szavazatszámláló bizottságok, mind pedig a jegyzőkönyvvezetők munkáját. 13 szavazókör van Tolnán, illetve hozzánk tartozik, mivel közös önkormányzati hivatal vagyunk, hozzánk tartozik a Fácánkerten lévő egy szavazókör is még, tehát így összesen 14 szavazókörben leszünk ott. Tolnavárs képviselőtestülete megválasztotta a szavazatszámláló bizottságokat. Ezeknek a felkészítése kezdődik meg hamarosan, illetve a jegyzőkönyvvezetők fognak egy központi vizsgát tenni, ami elmélet és gyakorlati feladatokból fog állni. Emellett természetesen helyben is megkezdjük a felkészülést. Nincs változás évek óta a választókerületek számában és a szavazóhelységek kijelölésében sem, mondja Huber Éva. Amit a választásra jogosultaknak tudni kell, az, hogy érdemes okmányaik érvényességét ellenőrizni, mert lejárt érvényességű igazolvánnyal nem vehetne vissza senki sem a szavazáson. Közeledik még egy határidő, ami a nemzetiségi listákra feliratkozottakat érinti. Nagyon fontos tudni azt, hogy aki most a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár nemzetiségi listán szerepel, és esetleg nem szeretne a nemzetiségi listára szavazni, akkor március 30-áig jelentkezhet le erről a listáról, és ezt követően szavazhat az egyéni választókerületi jelöltre, illetve a pártlistára. Arra is figyelni kell, hogyha valaki lakcíméhez képest másik szavazókörben szeretné leadni a voksát, megteheti, de erről április 1-én 16 óráig értesítenie kell a polgármesteri hivatalban az illetékeseket. Huber Éva azt is elmondta, ismét lesz lehetőség mozgó urnába szavaznia annak, akinek nehézséget jelent eljutni a szavazóhelyiségbe. Erre az igényt is most kell bejelenteni, és ezek a tapasztalatok szerint már gyűlnek a hivatalban.